Július 3-án nyitják meg a dél-koreai Kvangjuban a 28. nyári univerziádét, az egyetemisták és főiskolások világjátékát. Az olimpia utáni legnagyobb multisport eseményen Magyarországot 13 sportágban 117 versenyző képviseli. A 20 kilométeres gyaloglás mezőnyében ott lesz a nyíregyházi főiskola hallgatója, Helebrant Máté is, aki bizakodva várja a versenyt. Az eddigi felkészülés nagyon jól sikerült. Az idei versenyek a célokat sikerült elérnem. Ugye a legnagyobb célom az volt, hogy a Riói olimpiára teljesítsem a kiküldetési szintet, ez sikerült. Innentől kezdve már csak az volt a cél, hogy erre az univerziádéra minél jobban felkészüljek. Minden versenyt, az összes Superliga versenyt és összes nemzetközi versenyt ennek rendeltünk alá, és úgy azt mondhatom, hogy jól sikerült. Máté szerint a legnagyobb gondot a 30 fok fölötti hőmérséklet és a 90% fölötti páratartalom okozza majd a versenyzők számára, akik között ott lesznek a szám legjobbjai is. Valószínűleg nagyon erős lesz a mezőny. Ugye idén ez a második legnagyobb atlétikai verseny, Pekingben lesz a világbajnokság. Ez az univerziádé egy úgymond kisebb olimpia, minden sportág képviselteti magát, és az előző univerziádékon is majdnem mindig a legerősebb mezőny volt. Elég nagy nevek is rajtozáltak már, és mindig nagyon jó idővel nyernek. Idén még nem láttam rajtistát, hogy kik fognak rajtozálni, de valószínűleg nagyon erős lesz a mezőny. Helebrant Máténak egy hete lesz az aklimatizálódásra, a 20 kilométeres gyaloglás mezőnye ugyanis július 9-én helyi idő szerint reggel 7:30-kor vág majd neki a távnak.